nem csak úgy általában igaz, hogy Szeged többet érdemel, hanem a szegedi emberek azok, akik valóban többet érdemelnek. Az általam képviselt gazdaságpolitika középpontjában maga az ember áll, és mindenek előtt a tartós munkahely beruházás. Ez azért fontos, hogy egy kiszámíthatóbb, biztonságosabb jövőt adjunk a szegedi embernek, mert a szegedi ember az, aki valóban többet érdemel. Csak nem 7000 regisztrált munkanélküli van, ezért nekünk legalább ennyit, minimum ennyi munkahelyet kell tudni teremteni, hiszen gondolni kell azokra is, akik egyébként nem regisztrált módon, de szintén munkanélküliek. Ezért az ő számukra is lehetőséget kívánunk teremteni. És lehetőséget kívánunk teremteni arra is, hogy végre olyan forrásokhoz jussanak a kis- és középvállalkozók, amelyek ugyanígy a tartós munkahely létesítésnek a garanciái tulajdonképpen, amilyen forrásokhoz mindez idáig nem juthattak hozzá, mert nem harcolt az ő érdekeikért ez a városvezetés. Mi értük is harcolni kívánunk. A jelenlegi városvezetés mögött már nincs semmi. Nincs kormány, nincs egy erős párt, nincs semmi, ami érvényesíteni képes azoknak az embereknek az érdekeit, akik kenyérkereseti lehetőségre vágynak, akik gondoskodni kívánnak saját családjaikról. Amit mi kínálunk, az a munkahelyteremtés. Amit mi kínálunk, annak a középpontjában a szegedi ember áll, és az a kis- és középvállalkozó, aki munkahelyet teremt. Éppen ezért az a csaknem 200 milliárdos forrás, az a minimum 200 milliárdos forrás, amit mi valóban ide vagyunk képesek hozni, ahhoz a 32 milliárdhoz képest grandiózussal több vállalásként, mint amit a jelenlegi városvezetés mond. Én azt gondolom, hogy ez az, ami végre egy olyan gazdaságélénkítést tesz lehetővé itt Szegeden, ami egy vágyottabb jövőre ad választ, mindannak tükrében, amit maguk a szegedi emberek mondtak el nekünk. Mi az ő életszükségleteikben, a személyes életminőségük jobb átételében, ennek fejlesztésében kívánunk a partnereikké válni, hogy velük összefogásban valóban egy olyan jövőt adjunk Szegednek, ami az ő vágyuk és amit ők maguk kértek tőlünk az elmúlt hosszú hetek során. A szegedi embernek kiszámítható jövőt kell biztosítani. Mi vagyunk, mi képviseljük, mi harcolunk ezért a jövőért. A jelenlegi városvezetés a múlt, ami mögött már nincs semmi, ami alapján ezt megtehetné. Mi pedig azt a jövőt kínáljuk választási lehetőségül, ami mindenkinek vágya. Arra kérem az itt élő embertársaimat, hogy szavazzanak rám.